Én a mindennapi.hu-t egy olyan felületnek fogom fel, amelyik nagyon közvetlenül szólítja meg az olvasóit, és olyan kérdéseket tud megfelelőképpen és mer megfelelőképpen tematizálni, amelyek a magyar társadalmat úgy általában égetik. Nagyon sok lap úgy határozza meg magát, mint politikailag független lap, és ugyanakkor azt látjuk, hogy van egyfajta orientációja a lapnak, vagy a baloldali értékek iránt érzékenyebb, vagy a jobboldali, vagy a konzervatív értékek iránt érzékeny. Én nem úgy gondolok a keresztény hitre, hogy az jobboldali volna, vagy baloldali, konzervatív volna, vagy liberális, hiszen nagyon sok barátom van, keresztények, akik jobboldaliak vagy baloldaliak, és bizony liberálisak, és akikkel a keresztény gondolaton belül, ha úgy tetszik, hibátlan és őszinte beszélgetést folytatok. Azt hiszem, hogy az túl ambiciózus elvárás, hogy konszenzusra törekedjen a lap minden felvetett kérdéssel kapcsolatosan. Én a keresztény gondolatot egy univerzális gondolatnak tartom, sokkal inkább befogadó gondolatnak, mint kirekesztőnek. A másik ember számomra ugyanúgy van belőlem, ahogy én is belőle vagyok. Mindegy, hogy ez a másik ember milyen színű, milyen vallású, milyen szexuális orientáltságú, és így tovább. Én fölfedezhetem benne azt a teremtőt, akiben megbízom, és ha megbízom benne, akkor valamilyen értelemben megbízom a világban. Nem foglalunk állást párt ideológiák mentén, mert ezek mindig hatalmi, illetőleg uralmi harcokká változtatják a beszélgetést, és egyszer, mint a beszélgetés hiteltelenné is teszik. Nem szeretik a függetlenséget, elítélik a függetlenséget, nem is tartják lehetségesnek. Én meg azt gondolom, hogy két különböző kérdés az, hogy kire szavazok a választások idején, és hogyha az a párt nyerte meg a választást, akire szavazok, attól kezdve az én feladatom nem az, hogy vakon megbízzam abban a pártban, hanem folyamatosan ellenőrizzem. Nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítani a bennünket mind egyre gyarmatosító politikai beszédmódnak. Ennek ellen kell állni, hiszen egy barátság nem múlhat ezen, egy őszinte beszélgetés nem múlhat ezen, és látjuk, hogy mégis ezen múlik. Tehát amennyiben a mindennapi.hu egy olyan nyelvet fog találni magának, amely valóságos beszélgetésekre ad alkalmat, és amely valóságos jelentéseket hoz létre a világban, nagyon sokan fognak figyelni rá.